Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán! Keeper jelentkezik a szerver indításának másnapján. Arra gondoltam, hogy ránézzünk, hogy hogy haladnak a srácok. Nem tudom, hogy milyen ütembe kerülnek fel a videók, mert rengeteg anyagot rögzítek ugye a folyamatról, hogy éppen hol tartunk. Aztán lehet, hogy összevágott videók is egyébként kerültek fel. Pontosan nem tudom, mert tényleg órák hosszan rögzítem hozzá anyagokat, amiket lehet, hogy nem is bírok folyamatosan feltölteni, mert akkor nem részek lennének, hanem egy ilyen, nem egy-egy rész lenne egy nap, hanem ilyen 8 rész lenne egy nap, és igazából annak szerintem olyan nagyon sok értelme nincs. Elvileg most is vannak a szerveren, megnézzük, hogy hogy haladnak, mi történt, mi a szituáció, és ó, szinkronizálunk a többi játékos a gyerekek, nagyon jó. Na, és mehetünk is be. Ó. Jó napot, szevasztok! Hello, Keeper! Na, mi a helyzet, mi újság? Van egy olyan probléma, hogy akik följönnek, azok nem tudnak fát vágni, mert nincsen joguk. Ja, értem, jó, várjál, pillanat. Egyáltalán hogy vagyunk most? Na, várj, megnézem, hogy milyen... Most hoztam eladni fát, még a csettegőbe is van egy kevés. Ú, de jó. Van valami új gépünk? Vagy mi történt éjszaka? Mert éjszaka nem volt a bér. Hát nem tudom, én is nemrég léptem fel. Autók, erdészeti eszközök. Aha, nincs ez szerintem. Jó van. Ezt így tegnap így eddig jutottunk egyébként, hogy vettünk egy traktort, meg vettünk egy ilyen erdészeti eszközt, és 11 ezerünk van. Na, oké. Hát szerinted mit kellene csinálni még? Egyébként szia Viktor, neked is. Viktor, te... Hát, amúgy azon gondolkodok, hogy lehet, hogy ki kéne bérelni egy traktort, és úgy valamennyire a földművelést elkezdeni. Aha, egyébként azon a földön van még fa. Hát eléggé sok fa van még. Mert egyébként azon is gondolom. Láttam a videót, hogy már kitetted a... Ó, valaki megérkezett. Ja, ugye mindig jogokat kell adnom mindenkinek sajnos, hogyha hogy ilyen földvásárlásra, meg mindenre. Ibi megérkezett. Na. Ugye azon gondolkoztunk, hogy lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy egy fűrész üzemet lerakni egy olyan helyre, ahol nagyon sok fa van. És akkor ugye ellen... Képer, amúgy elriheted a csettegőt, abban még van fasz feladni. Ó, tényleg, csak be kellett csatlakozó gazdaságba, én bolond. Én be vagyok a gazdaságban. Valaki van benne. Valaki van egy csettegővel. Ja, ugye a csettegőnk van, nem is tudom most hol vagyok egyáltalán. Nem, valaki jön a csettegővel. Valaki már hozza valaki. Akkor jó. Adok jogokat az embereknek, hogy tudjanak fát vágni. Egyébként szavasz, Ibi, hello! Na, várja. Egy kicsit el vagyok, be vagyok hovazódva. Azt sem tudom, hol vagyok. Jó, meg kellene lépnem nekem. Ibi még nincs benne a farmba. Várjatok, mi is a... Elejánszó. Oké. Okay. És akkor Viktornak adunk engedélyt. Meg kivágott fa működjön nála. Mi jó. Oké. Okay. Figyeltek, én mindjárt jövök. Na, és akkor ja, lehet, hogy azt kellene, hogy ugye olyan helyen menni egy erdőt, ahol sok fa van, és akkor lehetne azt csinálnunk, hogy Hogy? Mindjárt megmutatom, gyerekek, pillanat, jó. Az építkezésnél van olyan, hogy termelés, és van ilyen No Man's Land-es, jó nagy üzem, amiből ugye különböző dolgok jönnek ki, és vár vissza ebbe. És viszont ezeket lehet, hogy jobban el lehetne adni. Úgyhogy ebbe gondolkodok.
Hello, Imre! Szevasz! Viszont még mit akartam csinálni? Ja. Egyébként az nem lenne jó, amit beszéltünk, hogy egy másik terület közelebb, és akkor lenne az, hogy egy olyan feldolgozó üzemet, és a deszkát el lehetne adni. Igen, mondjuk az amúgy jó volna, mert akkor nem kéne ekkora nagy távokat megtenni, és akkor még a benzin se fogyna úgy. Figyelj, hát akkor azt meg kellene csinálni most, aztán, vagy ott van még fa, ami ki van döntve. Nem, kidöntött fa most nincs. Akkor tudod, mit csináljuk azt? Nézzük át a területeket, hogy melyiken van a legtöbb fa. Szerintem megcsinálhatnánk azt, hogy megvesszük a 26-osat, azt letermeljük, mert az amúgy ott van a bolt előtt, és akkor azt, hogyha megcsináltuk, akkor eladjuk, aztán veszünk egy nagyobb fás területet. Na, rendben van, jól van. Na, megnézzük akkor a földeket, milyenek. Amúgy akkor visszafordulok, mert akkor azt vegyük meg most, és akkor az úgy jó lesz. Jó, oké. Az 56-osra gondolsz. Igen, mert azon van egy kis fa, azt ugye gyorsabban letermeljük, és akkor gyorsabban el is tudjuk adni. Figyelj, az NPC meg van őrülve, hello! Hello, sziasztok! Szia, Imi! Szóval gyillik. Ó, jaj. Na. Amúgy Keeper, majd tervezel úgy csinálni, hogy adsz valakiknek farm manager-t, és hogy akkor ők fogják itt felügyelni a szerver. Persze, igen, tervezek. Két napon várok azért még aztán, aki sokat van, meg ilyesmi, az annak adok. Tudod, miért nem veszem meg az Mint? 56-osat? Mert véletlen valaki kivágja a táblát, akkor elmegy a map. Tudod, mert vannak ezek a táblák, aztán, hogyha véletlen valaki kicsapja, akkor meg az összes eltűnik. Akkor lehet a 55-öset kéne, az is azért ott van közel, és azon is úgy van fa. Ja, ugye van egy ilyen izé táblánk, hogyha kivágod ezt a összes fa eltűnik, az a baj. Itt meg az összes kő. Jó van, oké, akkor mellette lévőt. És akkor az Igen, 55. mert tudod, hogyha a boltnál van közel, akkor azt úgy egyszerűbb elszállítani is. Nézzük, mennyi van az 55-ösön. Hát azért van itt rajtva, de mondjuk azért nem olyan túl sok. Hát nem tudom, de itt meg. Nem tudom, hogy nem tudom azt érdemesre. Azért van itt fa. Egyébként mondjuk ezen nem túl sok fa van az 55-ösön ám. Hát de Keeper, itt az a lényeg, hogy letermeljük, mert közel van, aztán vehetünk egy másik földet. Oké. Megnézném én, hogy melyiken van még. Ah, ja, itt a fákat Mert sem. tudod, itt az is a lényeg, hogy hát elszállítjuk gyorsabb, és akkor gyorsabban jön a lóvé is. Persze, oké. Egyébként a 43-ason van nagyon sok. Jó, akkor csinálom azt, hogy földeknél csináljuk azt, hogy eladjuk a fősőt. Eladás. És akkor az 55-öst megveszük. Aztán meg Keeper, tudod, hogyha már nagyobb gépeink lesznek, akkor megvehetjük a 22-eset, és akkor azt le tudjuk termelni, mert nagyobb gépekkel már gyorsabban fogunk haladni. Ó, tényleg a 22-esen nagyon sok fa van. Igen, az ott egy ilyen nagy erdős terület, úgyhogy ha majd nagyobb gépek lesznek, akkor ott abban is úgy lehet gondolkodni. Iminek akarok adni jó volt, hogy tudjon fát vágni. Pillanat, srácok. Ó, várjál, hol vagyok? Imi, csatlakozz a farmhoz, hogy tudjál segíteni. Hallom, az igen. Jó, koszos a gép, gyerekek. Jó, nem gyenge. Imi csak, Iminek van majd ideje. Akkor én voltam a hülye, hogy miről beszéltem.
Ja nem tud farványi, már pillanat, Imre. Kivágott fa. Oké, Én most. amikor egyszer játszottam No Man's Land-on, akkor ott egyeztem, hogy 26-oson van erdő, azt kicsaptam és csináltam oda egy hatalmas szántót. Hát igazából azt kellene csinálnom, én arra gondoltam. Megjött a traktoros, és jó van, oké, Zalán. Zalán, akkor a tiédek meg a vastagfák azzal, jó? Rendben, csak akkor azt inkább másra adjam, mert úgy annyira nem értek még ehhez a ennek a gépnek a használatát. Viktor, a vastagokat jó hosszúra, jó? Mert akkor ez a, ugye fel lehet ezzel szedni. Most azért vettük ezt. Le volt értékelve egyébként, ugye mindig figyeljük azt, hogy mi az, ami le van értékelve. Megpróbálkozok én ezzel. Ezeket hosszúra kellene, hosszúra. Ez így nem jó. Új! A vastagokat ilyen nagyon hosszúra kellene, srácok. Mert azért az nem jó. Itt egy vastag, ezt itt eldöntöm, aztán akkor majd üvej. Ezt ugye föl lehet rakni, és akkor jobban ad. Ugye jobban ad, hogyha hosszabb. Akkor jobban ad érte pénzt. Ilyen 6 méterbe jó elvágni, azt akkor az úgy kellemes. Ja, hát olyan túl nagy pénzük nincsen. Jó, Zalán nem a... nem a elvágott. 6 méterbe Zalán ezt. Megőrülök. Remélem nem bakter. Komolyan mondom. Van itt, megvan itt tálek. Próbálkozok vele. Annyira én sem vagyok nagy virtuóz ebbe, de azért talán valami fog működni. Ezt így. Köszönöm, hogy ezt így. Oké, és akkor valami csoda talán történni fog. Nem tudom, lefele. Nem vagyok egy nagy virtuóz ezzel a rakodógéppel, meg nagyon ritkán. Az a baj, az ember elkényelmesedett, mert berakta ugye ezt a izélódot, tudjátok. Hát ezt elvágták megint jó kis rövidre. Jó, hogy a szemetek álljon meg. Hogy a szemetek álljon meg. Ha ide kellene szilárdni, az vágja. Én annyira nem vagyok jó ebbe. Viszont én azt csinálnám, hogy akkor arra, ahol a telephez már raknék egy idejét, raknék egy fűrészüzemet. Akkor egyszerűbb oda beoldani a fát, ugye? És a raklap, vagy a deszkát, azt meg már mindjárt jobban el lehet tartni. Arra gondolnék. Jó, hát próbálkozik a keeper, amennyire tud. Jaj, ne csavarodjál be! Elég, ha én becsavarodom. Jó, meg sikerült. Lejted? Ó, hát az nagyon jó vagyok, és ugye ellemes lekötözgeti azt, akkor nincs vele gond. Ja, hát egyelőre ugye a fával, amivel tudunk foglalkozni így komolyabban. Csak tényleg az lenne jó, hogyha nem bombolnák el ezeket basszus ilyen picikre. Mert az úgy sokkal jobb lenne nekünk. De, úgy látom, szeretik elvágni. Mehet lefele. De remélem nincs elvágva ez a köröm. De nem jó, olyan vagyok.
Ugye nincs elvágva, megőrülök akkor. Egyébként tök jó, hogy van voice chat most már a játékban, az egy hasznos dolog tud lenni. Jaj, el van vágva, nincs. Na, nincs jó. Igen, ezzel én sem vagyok egy nagy király ezzel a dologgal. Másik irányba fordítsd képer. Ja, így mindig próbálok helyzetjelentéseket adni arról, hogy hol tartunk, srácok. Viszont iszonyatosan sok anyagot rögzítek. Tegnap rögzítettem 4 óra anyagot. Abból szerintem 1 órát kaptatok meg. Nem tudom, esetleg később majd feltöltöm őket mindig, hogy ilyen nyers felvételek. Hogy ne az legyen, hogy... Várjál, egy kicsit távolabb. Hogy... Na mindegy, jó lesz így. Van valami vastag, amit egybe föl tudnék rakni, gyerekek? Ezt nem kell róna elszállni. 26 szó kell akkor így megemelni, tudod? Na ezt. Jó lenne egy kicsit igazodna, de erre gondolt a keeper. Mindig talán elgyúlik a kar. Ja, ez a legolcsóbb traktorunk, ugye, amit meg tudtunk menni, hát. Lehet vele küzdeni. De egyébként erre valakinek rááll a keze, akkor azért el lehet vele boldogulni. Hát ez nem én vagyok sajnos, de hát... Jó van. Próbálkozok, higgyétek el. Ja, hát nem tudom mennyire fog megtörténni, gyerekek, azt, hogy 100 milliót mi össze fogunk szedni ezen a bapor egy hónap alatt. De hát bízok benne egyébként. Né, lekötjük. Ja, ezeket... Hogy viszi a Viktor Epáve? Ízé, Fekete Laci. Hordja mind az őrű. Egyébként 17-ben ilyen brutálisan egyszerű volt a fával ugye pénzt keresni, hát itt már annyira nem. Szóval annyira nem annyira van gazdagság belőle. Mint egy kicsit hátréptoltok. Miért nem tolatunk? Miért nem tud tolatni ezt hátra? Valami megakadtunk, valami tuskóra rámentünk. Hoppa, akkor ezt már picit fölveri, de az a baj, hogy igen, nagyon rövidre volt vágva. Ezt nem biztos, hogy érdemes ezzel rakodni. Biztos. Jó, visztek már egy adagot. Én azt mondom egyébként, hogyha lenne annyi pénzünk, hogy megvegyük a eladott fa. Jaj, de jó, mert most nem kell olyan sokára vinni. Ura jó, hogy nem kell olyan messze vinni, nem? Ja, erre is jöhet, igen. Várjál, bocsánat. Az a baj, igen, várjál. Ez lehet, hogy inkább kézzel érdemes felszólni, mert hát... Jó, van, menjen. Na, az. Gyorsan felszólom ezeket a rövideket, azt elviszem eladni. Ez nem megy fel, jó. Majd géppel. Az a baj, nagyon keveset ad a fa, ugye. Főleg ugye ezeket a nem ültetett, rövidre vágott fákat csináljuk. Ezzel így nem nagyon megyünk el bucsúba. Mert próbálkozik az ember valamit. Jó, várjál, nem ebbe akartam, traktorba akartam szállni. Mert akkor ugye tudsz mozogni is. Hogy mi?
Jó rakodógépes vagy, csak nem látsz térbe. Igen, érdekes a hitbox-szal fárak. Úgy fogom, hogy van közt a 30 centi hely. Hát, jó. Ezt át kéne pörvítenem teljesen. Egy. Hát igen, azért jó, nem vagyok egy nagy király ebbe. Úgyhogy ezt nézzétek el, bocsánat. Ezt úgy kellene, hogy spani, spani, aztán rengedem. Azt az egyet még földobom szerintem, azt a vastagot. Meg a közét meg lehetne rakni a vékonyja. Na, hol van? Hol vagyok én? Ja, ezt közét megdobom a vékonnyal. Ezt el lehet vinni. Hát, figyeljetek, 20 ezeret össze kellene kubikolni szerintem. Na, mi a szar? Ja, már itt üres a belseje. Oké. Okay. 20 ezer meg lesz, vegyünk egy telepet már. Legyen valami izgalom, valami érdekesség. Figyeljetek, lesponizás. És akkor még ezt a vastagot megpróbálom felkapni. Aztán haladásival. Ezért szerintem kapunk egy 5000-et talán. Hosszabban lenne vágva, lehet jobb lenne. Nagyon fürészülnek a gyerekek. Jó, spani, spani. És akkor már megyünk is eladásra. Dobnak fölfele, nem nagyon akar ez menni, meg ugye tele van itt tuskóval minden. Nyomunk egy fordulót. Ja, hát a dupla kerék az elég érdekes, előbb meg vannak a vizék, talicska kerekek. De hát az a jó, hogy van bármi is. Na, srácok, 20 ezeret kére összekaptunk. Valaki meg pittyeget a háttér, valaki írt, várjál. Bocsi, nem beszélek, csak beteg vagyok és nincs hangom. Semmi baj, Viktor. Most olvastam, hogy mit írtál. Ja, persze, nem muszáj beszélni, ahogy a gondolja bárki. Fűrésztelep, én abban nagyon bízok, hogy az jó lenne. Ja, azt nem merem megvenni ezt a területet, mert kivágják a jövőt, azt az oszlopot. Akkor vége a bulinak. De van egy ilyen feature ezen a bakon. Talán föl is húzza. Ez a traktor egy kicsit nem a legerősebb. Ugye ilyen, nem tudom, ilyen 25-30 lóerő. Oké, mindjárt eladunk. Mindjárt eladunk, gyerekek. Egyébként a... Jaj, jaj. Ajaj. De még az ennyi kerék se... Várjátok, menjünk egy kicsit jó oldalasan, talán így. Így megindulunk talán. Hát nagyon nem. Ó, oh, no, nem akarom. Gyerekek. Így el kell húzni, ja, hát így már majdnem tízszintesen megyünk. Jó. Basze! Ez nagyon határeset, nem? Jó. Nézzük, mit kapunk ezért. 3000, 17000-ünk van már. Na. Jó. 17000. Az már nem olyan rossz.
Hát nagyon-nagyon nehezen jön egyébként gyerekek a lóvé. Hát, amúgy Keeper, most mi lettünk? Miért? Mi történt? Hát semmi, csak hogy most mire gyűjtünk ilyen eszközre. Hát nem tudom. Én egyébként szorgalmazom azt, hogy vegyünk egy olyan 20 000-ért egy olyan mi az? Fűrészmalmot, és akkor azt deszkává alakítaná a fát, oda csak be kéne szórni. Igen, az úgy igaz. Amúgy lassan már össze is gyűlt rá a pénz. Ja. Szerintem eladnánk ezt a területet, megvesszük a legnagyobb erdőst, és annak a közepére ledobunk, vagy egy valahova egy olyan fűrészmalmot, és akkor azt lehet kézzel is beleszórni a fát. Igen, szerintem ha elviszik a csettegőt, már meg lesz. Jó van, oké. Akkor több fát ne is vágjunk ki, hanem ami kimar, akkor azt eltermeljük. A fűrészmalom ugye jó, mert az termeli a deszkát. Ó, hát ez nagyon király. Hú, akkor nagyon király, ez jó lesz. Csak melyik területet, gyerekek? Melyik területet? Meg kéne nézni a 22-es mellé. Nem tudom, a 22-es mellé lefér-e. Nem tudom, a 22-es mellett van-e annyi szabad hely, hogy lefér-e oda az épület. Majd mindjárt megnézem. Egyébként ezek jobban le vannak amortizálódva. Ezek a gépek. Jaj, még kell! Még kell! Hát nem hiszem el. Na. Még kell. Valaki nagyon ruszki módszerre vágta a fát itt. Ezt a lehet én voltam. Jó, még dobunk föl párat. Ajaj, közben csörgök. De hát most ezt elengedem szerintem, gyerekek. Csörög a tanúm! Valaki vegye föl! Nem hiszem el. Ó, valaki meg ezzel borított valamit. Várjátok, pillanat. Valami csinálok a telómmal. Nem hiszem el. Na, itt is vagyok. Megjöttem, remélem, hogy nem történt semmi probléma. Az engem is, ó, jaj, vannak itt bajok. Na, úgy kellene, hogy akkor ezeket, azt a betyár. Ezek a pici fák, ezek semmit nem érnek, látjátok, a tetejét le is vette. Mint hogy ez túl kevés. Hát, ah, nem jó ez így. Ezek a pici fák semmit nem érnek. Nagy fa kell, ezek semmire való. Nagy fa kell, ezek nem jók. Nagy fa kell, és nem kell elvágni. Azt kell csinálni. Hű, gyerekek! Na, az jó volt. A nagyot ne vág... A nagyot majd ne vágjátok el, légy cí. Mi az legyen, hogy ilyen pici bever, akkor inkább az, hogy elvágom háromba, és akkor fölrakom egybe. Nem kell annyit dolgozni azzal a kotlával. Értik, remélem. Így mondjuk egy ilyen hosszúba szerintem elbírja a gép. Nagy. Meg egy ilyen hosszúba. Nagy. Meg esetleg levágom a végét. Nagy. Szerintem ez így lenne optimális. Fölösleges annyira elszállni. Meg kell fordulnom, mellé állni. Na, fordulj, fordulj! És akkor mellé állunk, és megpróbáljuk fölverni. Remélem, hogy ez a taktika ez jó lesz. És nem hülyeséget csináltak.
Valaki eladta a fát, de az a baj, látjátok, ezek a vékonyak, ezek nem érnek semmit. Na. Ó, micsoda lag volt, apám. Na hát, csak ezt bírja el, ezt akkor jó vagyunk. Adani. Hát, akkor fölösleges ideérni. Nem fogok dolgozni, mert ilyen nagyba többet is ad érte szerintem. Ugye ezt nem hallják többiek, hogy mit mondok mindig, csak amikor gyomba tartom a mamat, lagok vannak, lagok vannak, legalábbis nálam azok. Lagolunk. Jó, de lagolok. Mi a franc? Már menjen a helyére. Jó. Kirpura, amúgy elviszem eladni, ami a csettegőben van, hogy a bohátok írjon el rendben? Oké, okay, oké. Okay. Meg akkor többet szerintem már nem kell itt kivágnom. Bújt már olyan sokat kivágták. Ja, nekem ilyen lagjaim vannak. Azt a betyár, ez... igen. Hát tudok, milyen lagok? Milyen log spike-ok. Oké, okay, valahogy megpróbálom letenni, csak nem olyan egyszerű, na olyan. Oké. Okay. Lehet, hogy... meg is van. Szuper, én is elviszem, ami ezen van, aztán eladom ezt a fölölet szerintem. Oké, okay. Amúgy, hogy ahhoz majd a fűrészma, hát az a deszkát gyárhoz majd kell targonca. Ja, igen. Azért nem tudjuk felrakni a raklapot ideiglenesen majd a csipesszel. Nem tudom. Szerintem azzal azért föl lehet imádkozni valahogy, aztán akkor az első eladások árából ugye meg akkor tudnák targoncát venni. Na. Valaki esetleg elviszi azt a fát eladni? Azt megnézem addig azt a földet. Viktor azt viszi. Egyébként pont most van a targonca leározva 60%-kal. Igen, az lehet, hogy megérném majd megvenni. Na, azt kellene megnéznünk, hogy oda elfér el. Vagy pedig addig kibérelünk egy targoncát. Ja. Építkezés, és akkor amire gondoltunk, ugye az a termelés, és akkor itt van a Normans Land, és csak meg kell nézni, hogy a 20 akárhányos földön, ami most ugye elég nehéz tájékozódnom, hogy tudok fordítani rajta ezen a látkozottak. Elfér-e oda, ugye az erdőktől. 26-os? Nem 26-os. 23-as, itt vagyunk. És a 23-asra elférünk el. De szerintem egyébként el tudjuk azt helyezni valahogy. Jó, akkor a 23-asat azt megvesszük először is. Egy 22-eset. Hol vannak a földek? Földek. Eladás. És a 22-es vásárlás. Oké. Okay. Jó, akkor oda kéne valahogy mennünk, megyünk a izével. Oké. Okay. Oké, akkor betámadjuk a 22-t. Rendben. Oh yeah. Gyerekek, nagyon jó.
Jó, mert onnan nem kell már ide hordani ugye a fát, hanem akkor beszórjuk a fűrészmalomba. Egyébként a 43... És aztán már csak a deszkát kell ide elhozni. Amúgy a 43-ason is van egy elég nagy erdő. Milyen lavajon vannak? Aha, igaz. Lehet, az kellene. Akkor nem kellene olyan messze hordani a deszkát. Hogy menjünk a 22-re akkor? Hát, hogyha le tudjuk rakni. Jó, mindegy, most a deszkát el lehet hordani. Közben eladják talán a fát, a srácok. Hát azért a 22-es az konkrétabb, ott egy ilyen nagyon durva erdő van. Ó, még 2000... Jó van, jön a lóvé gyereke. Itt lesz a 22-es. És akkor ott nekiállunk komolyabban akkor deszkát termelni. Meg később egyébként asztalos üzem is ugye mehet. De itt rengeteg falom. De nem is biztos, hogy befér az üzem. Mindjárt megnézzük. Ide jövök, akkor ide tudnak ugratni, ugye? Na. Hát remélem, hogy ide fél az üzlet. Ne jövök a sarkához, és akkor... Amúgy, az a baj, ilyen jó dombos. Elég necces. Elég necces gyerekek. Ja, megnézzük. Megjelölöm a géppel a sarkát. Na nézzük. Hú, baze. Ez, hogy ez sikerül-e? Aha. Átfedés egy másik tárgyal. Nem a te tulajdonod. Nem a te tulajdonod. Ajaj. Hú, itt nincs akkor a hely, hogy le tud rakni. Akkor az erdő. Nekem ez nem jó. Az nem jó. Gyerekek, az nem jó. Nem tudjuk lerakni. Nem tudjuk lerakni. Nagyon nagy az a cucc. Úgyhogy akkor másik föld kell. Akkor a 43-as szerintem. Ugye nem tudod lerakni. Olyan hatalmas. Oké. Okay. Hát ez szívás, mert olyan nagy az épület, hogy ugye nem fér el már. Ugye másik oldala ennek, ez lesz a jó. Hát ez most egy legjobb megszívtuk. Tényleg eléggé nagy. Hallunk, igen, csak halkan. Ja, végre megcsináltam akkor. Na, mikorik, igen. Ó, hát ez nagyon nagy erdő lesz. Ó, vagy melyik... Ja, ez az erdő. De mi vagyok? De mi az itt mellettük? A 42-es, bazza. Ez se rossz. Ez mintha erősebb lenne ez az erdő. Ez nekem jobban tetszik el. Oda nézzél mekkora. Ide a gép elé. Na de akkor ma megint ide jössz. Mit gondolsz arra,
kontrolláljam a hangot, vagy... Na szerencsé, hogy így azért lehet variálni ezzel. És megveszem a 42-t. A irányításnál, hogy még gombbal legyen a hang, ugye megnyomásnál utána. Soknál van egyben... Merülnek, hogy a hangoknál, hogy hangbemeneti mód, és ott át tudod váltani arra, hogy nyom meg a beszédet. És akkor elmeteg jó lesz. Nincs elég pénzed. De ez a nézet, ezt tőlem lehet megvadulni, gyerekek, hogy nem tudom. Nem tudod jobban kiragyítani. Nincs elég pénzünk rá, mert területet akar rendezni. Mindjárt jövök. Oké. Okay. Ó, gyerekek, nem egyszerű az élet azzal a föld dologgal. Akkor mégiscsak a 43-as, és akkor a 43-as a talán valóval le tudjuk kapni. Ott az talán síkabb, nem? Itt talán síkabb. Ugye túl sokba kerül le. Le tudjuk rakni. Nincs elég pénzük. Próbálom azért közel rakni, érted? Hova kell beoldani a fát, vajon? Melyik oldalára? Mert volt egy ilyen rész. Aha. Nincs elég pénzed, terület. Nem a te tulajdonod. Legjobb. Nem a te tulajdonod. Valahol leengedte el az adat. Gyerekek, megvadulok. Egy helyen leengedte, de hol engedte, oda kell volna rakni. Ürködik a játékosság. Na most már jó. Ha most már lehet téged is hallani, egy kicsit halkan, de lehet. Jó, köszi. Na, van nekünk ilyen gyárunk már. Tök jó, mert ide is lehet ugratni legalább. Mekkora épület. Alig bírtam lerakni akkora épületet, ez a szar. Most már kicsit hozzám, meg most mondom, beszélek, vagy nem. Na, ide kell hozni mit? Vagy itt lehet betölteni a... Majd meg most újra beszélni. Ah, itt lehet eladni a fát. Ez jó. Tök jó, itt lehet eladni a fát ezen a sarkán. Úgyhogy jó fele fordult nagyjából. Valakinek nagyon, hogy én nekem süstorog a mikrofonom, vagy olyan ilyen süstorgó hangot hallok, vagy nem tudom. De erre nem beszél senki, nem tudom ez mi. Lehet, hogy nálam szor valami. Van egy ilyen süstergés, ilyen non-stop süstergés. Na, az a jó, ide ugye be lehet hordani a fát. Ami jó, mert akkor nem kell hordani nagyon messze. Ugye az aprókat, azokat kézzel is be lehet szerintem vinni, szóval így el is pírjuk. Megnézzük mindjárt. Aha. Jó. És akkor termelődni fog nekünk deszka, meg darálmány. Szóval ebből talán így egy kicsit jobb járunk, remélem. Meg úgy lefele is kell hordani a fát, szóval talán egy jó befektetés volt. Viszont ezt a földet akkor most már nagyon nem fogjuk tudni eladni, hanem itt kell akkor letelepednünk. Jó. És
sehol. Igen, és akkor betermelődött neki a fa. Oké. Hol tudom megnézni esetleg is? De nagyon halkan hallom a srácot. Ti hol jártok? Vagy nálam se szűnött el valami? Vagy mi történt? Itt nem kellene valami írnia, hogy... Ah, itt vannak. Jó. Fa kell, és akkor deszkák termelődnek. Jó? Oké. Okay. És ide termelődnek a deszkák. Jó. Jó, hogy működik ez, Franco. Nagyon hallamos látszokat. Na van. 5 perc vagyok. Oké. Okay. Szia, Viktor! Nagyon rosszul hallom, Viktor. Ja, egyébként annyit kellene, hogy figyeltek annyi, hogy viszont az időt lehet, hogy akkor én... A 43-as föld a miénk? A 43-as, igen. Ó. A 43-as, azaz. De tényleg, a 42-esre raktam... Hogy raktam én a 42-esre épületet? Azt nem, tényleg nem értem, hogy raktam én a 42-esre épületet, ha a 43-os a miénk. Ja, azért is. Néztem. Az érdekes, tényleg, nem is engedte volna. Azt a betyár gyerek. Ez kemény. Ez kemény. Ez azért ott van, nem? Lecsaptam bazza a 42-esre. Egyébként egy ilyen röngcsipesz lenne jó, aztán lehetne húzni, vagy valami csoda, vagy csörlő, vagy bármi. Ezzel úgy jobban működne, de hát jó, ez van. Itt egyébként szerintem nem számít, hogy milyen far viszel be, hanem csak literbe legyen meg. Úgyhogy meg lehet, hogy kuglira vágom, ezt felszórom erre a platóra. Ezt hogy kell felcsukni? Azt mondja, hogy... Z-vel. Jó, van, figyelj, Google-ra vágom ezt, azt akkor nem kell szórakozni. A Z-vel. Nem szállítógéppe. Egy engem egy kicsit az, hogy frusztrál, hogy azzal kell így szórakozni. Jó, hogy még mindig forog a lentkerék. Egyébként ilyen medve hangok vannak ebből a... Úgy lenne volna jó, hogy az erdő közepén lenne volna az a gyár, vagy nem tudom. Tehát ez így most nem annyira, de hát ez van. Mivel ugye nem eladjuk, itt nem számít, hogy most tényleg mekkorában van. Úgyhogy kell szórni, mint az őrült. Egyébként csináltuk olyat is, hogy vettük, megvettük egy ilyen barom nagy egy ilyen barom nagy bálahordó kocsit. Aztán csak az a baj, hogy nagyon csettegő reviget tudta elhúzni, azt megraktuk fával. Ez egy ilyen egy óráig tartott, mint megraktuk fával. Na hát ezt nem bírta elhúzni, úgyhogy inkább vettük egy traktort. Meg egy ugye egy ilyen kisebb erdészeti eszközt, és akkor ezzel tudunk azért működni. Nem tudom, hogy mennyin kellene hagyni. Szerintem egy tízesen kellene hagyni a... Visszajött. Oké. Okay. Viszont akkor egy ilyen tízesen kellene hagyni az időpörgetés szerintem, mert ugye különben nem termelődik semmi majd. Igen. Na, mert remélem ez jó biznisz lesz. Sajnos nagyon nyögvenyelős az eleje, ugye már a második napon vagyunk. Aztán még eddig nagyon nem haladtunk semmit ugye a anyagilag. Hát jobb, azért haladtunk, mert ugye nulla pénzzel kezdtük, szóval ment-e rosszabb is.
nem annyira veszélyesen rossz. Egyébként mivel nem kell messze szállítani, nagyon nem is számít, hogy hogy rakjuk fel a kocsira, meg hogy milyen hosszúra vágjuk, úgyhogy ez egy kicsit könnyű lett. Könnyű lesz így, tehát jó, ez a jó, hogy könnyítsük meg, gyorsítsuk a munkát. Úgy valaki megjött. Kás Anyi. Megérkezett. Sándor. Na hát, közd le. Nem hajlandó? Jó, mindjárt. Ó, jó lesz ez szerintem. Ez még nehéz. Na oké, viheted is. Nem gondolod. Magamban egy elbeszélgetek, nem? Oké, szuper. Ja, a traktor egyébként. A izé nem is. Hát a KCR. Egyébként a KCR meg a kis traktor árán tudnánk targoncár venni. Igen, igen, azt lehet meg el kéne. Most itt úgyse nagyon használjuk, nem? Mert itt nem számít milyen hosszú fár viszünk be. Hát igen, itt nem számít az, hogy mennyit. Állíts vissza, és szerintem adjuk el. Oké, oké. Ja, szerintem is egyébként, mert teljesen felesleges így. Nem lenne jobb az a gép, mivel a nagyobb fákat egybe, kevesebb munkával oda tudnánk vinni. Hát nem tudom, csak olyan, én legalábbis olyan szarul kezelem. Én se jobb. Viszont a izé, ugye ezt a KC-t el tudja húzni a csettegő is. Addig beviszem a fát a fűrészmalomba, hogy addig kezdjen el termelni. Jó. Hát akkor próbáld meg, aki vágja, hogy kell ezt használni jól. Mert igazából 20 ezre... Jó, de megpróbálom. Jó, oké. A targonca, hát esetleg a KCR-re, hogyha fel tudjuk rakni a dolgokat, meg figyelni kell mindig, hogy ugye új dolgok nem lesznek be. Hát most azért volna jó, mert olcsó a targonca. De egyébként egy homlokrakodós traktor is természetesen meg lehetne oldani. Zolán, te hova vitted? Ide kell a sarokra, Zolán. Hello, Sanyi! Hát ez megjáratta, apa. És itt lesz a deszka. Meg ugye ez termel aprítékot is, azt is el lehet adni. Ide, Zalán, ide. Bepróbálkozik mindenhol a srác. Úgy van, de. Oké. Király. Király, megnézem, hogy termel-e. Hát még 0 liter. Jó, nem baj. 60 darab fából csinál 80 deszkát. És 3 darab vizet, faaprítékot. Egyébként a deszka az jó drága, úgyhogy lehet, hogy ez jó ötlet volt. Mert ugye, ha megnézzük... Hát a fánál biztos drágább. Megnézzük a deszkát. Nem is tudom, valami tök jó ára van ám. 2000 deszka, meg ugye lesz faaprítékunk is, az is biztos, hogy nem lesz rossz. Hol van a faapríték? Szóval nem látom, bázze, hol van? Hol a faszban van a faapríték? Szalma, szén, a fű, faforgács. Hát ja, az nem annyira jó. Na, várjál, mit láttam? Na jó. 152. Jó van, oké. Na hát akkor menjen. Hol van a nézőj? Másik gép. Ja, itt van mind a kettő, oké. Na, Imi, küzdjél vele! Egyébként ezért nem szeretem azt a gépet, mert annyira nem nagyon. Én egyébként lehet vettem volna inkább egy üzeit, egy targoncát. Aztán még azzal is lehetett volna ugye beordani esetleg a fát.
Jola ezt a Instagram stílusba. Valamiért nem működik nekem úgy, ahogy kéne, nem viszi lefele a kar. Júj! Na, miért nem viszi lefele? Nekem most semmit nem csinálom konkrétan. Ja, nekem se. Ja. Miért? Hát én azt mondom, adjuk el, azt vagyunk egy targoncát. Akkor adjuk el. Oké! Okay. Ellenkezik. No. Nézd, a Sanyinak működik. Illene, csak kell írnom valakinek messengerrel. Elviszlek fával együtt, Sanyi. Csak fogja. Na, gyerekek, bocs, kellett írnom, valaki nagyon keres. Úristen, na, ez így jó. Kössétek le. Go. Ez jó. Az, ez igen. A júj! Keresztbe megyünk? Nem igen, megy. Kevés volt a traktor. Lehet jobb, hogy ha megjelenem. Nincs legjobb. Adjuk el szerintem. Jó, én is amellett szavazok. Na. A Sándor, pattadj ki, aztán visszaugratom. Na, nem tökölünk annyit. Hol van? Melyik az? Nem a turbót adjuk el, a másikat csak. Az a itt aztán ez. Na. Na. Itt maradik mindenki. Visszaállítás, oké, meg akkor az eszközt is próbálnám. Bazze! Nem tudsz rákattintani? Jó, mi a fa... Mit ugrattam vissza? Állok a traktorral. Oké, oké. Na, jó van. Mi árjátok? Nagyon kerestek. És halkítom. Bocsánat érte, hogy itt videózás közben megy a dolog. Közben meg kéne néznem, hogy akkor hogy megy a gyáró. De jó, vissza ide lehet ugratni. Ez egy jó dolog. Na nézzük, hol van a gyár. Hát még mindig 0 liter, úgyhogy eddig még nem nagyon gazdagodtuk meg, bár lehet, hogy úgy van, hogy éjfél kell, vagy folyamatosan csinálja ez. Eladtad ott keeper. Na, akkor ezt eladjuk. Ó, de jó, eladunk mindent, várj, megvan. Ó, de jó. Aztán veszünk egy targoncot, remélem, hogy még kapjuk.
Vadás. Oké, gyerekek, tele lesz egy blow-wave, oda nézzen. Jó, nem jön ki. Ajaj, nem jön ki. Na, akkor beszívtunk. És a targonca már nincs is benne az izébe egyébként. Na mindegy, akkor valahogy majd, hát nem tudom, hogy fogjuk feküzdeni, kell bérelni egy targoncát, hogyha lesz deszkánk. Azt a betyár, gyerekek. Hát ez nem egyszerű az élet. Törgessük bele reggelig, azt akkor talán termelődik is a... Termelődik is a deszka. Egyébként nem tudom megnézni itt a láncokat. Ez egy saját farm, jó. De itt van, oké. Nulla liter, miért nulla liter, gyerekek? Mikor termelődik deszka? Mindig éjfélkor, vagy mikor? Mert még mindig nulla liter. Nem, az attól függ mindig, nem máskor, amikor. Hát nem tudom milyen beállítással. Aha, érdekes. Mindegy, ez a deszka üzlet, remélem be fog jönni. Mindig nulla liter. Ez miért inaktív? Egyébként azt írja, hogy... Keeper. Igen? Keeper adná jogot a termelési láncok műveléséhez. Oké. És akkor megoldom, hogy termelődjön. Baza, nem termelődik, ez úgy jó. Ez valahol, hol van ez? Oké, megvan. Jó, a reggelig mindenképpen törgetőd most már. Ja, be kellett kapcsolni? Igen, itt külön be kell kapcsolni, meg állítólag most azt írja, hogy tárolás, úgyhogy most valamit itt tárol. Ja, mert lehet úgy, hogy eladásra? Már jön. Egy deszka már készen van. Ó, egy deszkányi rakló. Szuper! Akkor egy targoncát kéne bérelni, de egyébként azt hiszem át lehet állítani, hogy eladásra állítani, nem? Tehát, hogy ugye egyből eladja pénzért. Nem, eljött. De deaktiválás itt van alul. Aha. Ja, lehet, hogy nem. Nem lehet. Nem. Akkor viszont kell bérelnünk egy targonca a gyerekek. Targoncák. De legalább most már jönnek deszkák. Bérlet. Okay. Na. Mennyi vizet egy deszka termelőre? Oké, akkor megyek oda targoncába, aztán hogy szük eladni. Termelési rá. Rendben. Meg kell állítani az időt. Nem rádiót akartam dobcsolni. Csak most megint nincs benn fa, majd kell behorkanunk. Pedig megállítom az időt. Úgy gyerekek, nagyon messze kell menni, de mondjuk azért annyira nem veszélyes. Hú, de messze van! Lehet, hogy inkább érdemes lett volna közelebb rakni. Mindegy, most már később állhat. Egyébként a targoncával lehet, hogy be is lehetne mondani valamennyire a fát. Mit tudod? Semmi extra. Oké, gyerekek. Működik a dolog. Úr, nagyon kajás vagyok, még nem is reggeliztem. Úristen, hány óra van, gyerekek? Mert el kell ugranom majd a boltba.
Hú, hát ez nagyon messze van egyébként még mindig a bolttól. Egy hatalmas dilemma. Viszont a map közelében nagyon nem volt erdős rész, olyan nagy. Még ez a 43-as közel volt, még jó, hogy nem 22-eshez mentünk. Hú, gyereke. Az egy kis faforgácsot elkezdtek eladni. Ja jó, tényleg, az is termelődött. Remélem, hogy jó irányba haladunk, gyerekek. Hát 43-asra nézzétek, mennyi fa van. Úgyhogy itt lehet csinálni ezt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi pénzt fog bejönni. Kár, hogy ugye pont nem tudtuk megvenni a targoncát, mert jó lett volna egyébként, hogyha az lett volna nekünk. Na, viszont megjöttünk, és akkor... Mennyi faforgács? Mennyi faforgács van? Sok? Kemzé pedig jelentkez. Hát most 180 van, de folyamatosan termelődik, ahogyan a deszkák jönnek, és úgy a faforgács is. Igen, csak nincs benne most fa. A gyerekek, ez nem lesz egyszerű. Gyertek segíteni, csináljátok dolgokat, basszus, mert nem lesz meg 100 millió. Ez biztos így. Gyerekek, ez ilyen nehéz? Isten. Rendesen terhelt a weblát. Próbálom egybe rakni azt, tehát nem kell annyit forgolódni majd. Egyből föl tudom emelni majd akkor. A gyerekek, mennyi? 1000 liter. Egy ilyen raklap. Hát már kapásból van 4 raklappal, az 4000 liter, és valami 2000 liter, vagy 2000 euró föld van 1000 liter, úgyhogy tök jó pénz lesz. Hát aztán ebből majd ki lehet építeni egy ilyen kisebb mezőgazdaságot is. Igen, igen. Csak amire megfordul a srác, arra levegye a nap. Zolát. Na, megérkezett, jó volt. Húha, hát ez nem volt nagy pénz, hallod? 21! Hát nem, de nem is sok volt, a 4%. Ja, újjaj, akkor inkább gyere gyorsan vissza. 21 eurót bevertünk neki. Ja, azért az nem drága sajnos, a faforgács az nem drága. De hát az igazából melléktermék ugye itt. Mint egy ilyen rossz dolog szinte. Hát ugyanúgy, mint amikor fát fűrészelsz, akkor izé lesz belőle. Lesz forgács is. De hát nem az a lényeg, hogy ezt azt termeljük, hanem a reszka. Hát még szerencse, hogy azért most ez így működik. Szerintem ez nem volt rossz ötlet, ez ebből az erdőből ebből ki lehet szedni egy csomó pénzt. Az a gond, hogy ugye nagyobb gép kellene. Viszont bérelni nagyon én a bérlés mellett nem nagyon vagyok, úgyhogy ilyen hatalmas ponszokat meg ilyeneket lehet, hogy nem bérlünk. Hanem inkább próbáljuk megtermelni a dolgokat. És megvenni, jó srácok? Na. Föl is veszem valamelyiket. Egyébként pont nem jó a terület itt, mert ilyen dombos. Föl is veszem azt, amire visszaér az alánál, akkor csak föl kell pattintanom, ha áll. Hátulról talán platón, hogy föl tudjuk rakni. Ja, itt egy kicsit idegesítő, hogy ilyen dombos az a rész. Ide meg bundi kéne, ő a targoncás. Na, fel tudjuk kettő raklapot, tehát csak fel tudja. Jó, döntsük hátra. Oké. Okay. Na, érkezik közben a versenyzők. Hol vagy? Hol mögöttem? Ja, ott. Jelen csak lenelökjed rólam, már megőrülök. Ó, nagyon jó.
ide betolatsz, vagy beállsz, ahogy szeretnéd, azt akkor jó lesz. Nem akarok arra menni, mert le fog zutyörögni. Úgy nagyon jó. Hopp, ennyi akkor csak, jó? Hát még megy. Ja, nem tud előbbre, jó van, oké, mindegy. Mert lassan szeri át, azt ezek kell leállítanom majd, mert a magyarulás az ilyen epic lassan megy. Úgy. Gyerekek, ez ilyen nehéz. Jók le is kötötte. Ugye felveszem azt a kettőt. Nagyon jó gyerekek, jó. Bármikor jöhettek a szerverre, ugye leírás sokba, vagyis az első rész leírásában ott van a link. Hát egy kicsit tolom a berdát is, úgy. Oké. Okay. Jó, megjön valaki, Péter. Petike megérkezett! Ő tegnap volt már. Fölrakjam a tetejére, az úgy epic lesz. Jó lesz. Jó lesz az úgy. Szia, Peti! Sparizd le, légy szíj, hogy ne dobjön le! Na, ez pont tökéletes. Jaj! Ez perfekt! Jaj! Szevasz, Peti! Na, már változtak a dolgok, már ízé, üzletbe dobjuk, látod? Jó, akkor ez így marad egyelőre, mert ugye nem tudtuk venni. Fát kellene behordani. Hát igen, fát kéne vágni, fát kéne behordani. Na. Hát úgy látom, hogy a csettekő azt nem igen bírja. Látom, van súlya azért annak a deszkának. Hát azért szenved vele. Ez valami, ez kedves nagyon. Jó. 25 méteres fa. Eddig fölvágom, meg beszórom egy ilyen kupacba. Ezt be kell holdani, mert így különben nem lesz nagy üzlet. Meg ugye úgy van beállítva, hogy amikor nincs senki a szerveren, akkor nem fog menni az idő. Na azért, hogyha ilyen bérköltségek vannak, meg minden, akkor ne az legyen, hogy megállás nélkül vonódik le a pénz, mert annak megint, hogy nem sok értelme lenne. Jó, gyerekek, ebből lesz egy 20 000, és akkor ugye most már ez majd fog termelni annyi pénzt, ez az üzem, hogy azért el fogja talán látni magát. Meg így a gazdaságunkat. Ja, ezt úgy kellene, hogy én ezt így összerakom, aztán akkor... Hallott, Keeper, fölborult a csettegő. Jaj. Hol van a csettegő? Meddig jutott el a csávó? Ajaj, az nem jó. Tabolj bele. Hát azért meg... Jövök le a lejtőn, aztán megborul. Jó, már jön valaki a targot száma. Jó, hát szerintem megborította a súly. Egy oldalon van. Mert szépen felrakta. Üsenekek. Ma mi történt addig? Hát vettünk egy másik földet, meg egy, van egy most egy ilyen deszkagyárunk, aztán deszkát termelünk. Jó, és az akkor jobb pénz volt, nem? Igen, a deszka az jó árba megy. Ezt megpróbálva elvinni, az van.
meg lassan majd mehet az idő is. Úgy gyerekek, itt azért ez nem egyszer így eljutni. Legközelebb majd jobban rakjátok fel, így. Hát hogyan lehet is feladni? Jaj, tesó. Reméljük, hogy nem borul fel. Úgy egyébként az a baj, hogy nem visz 4000 liternyi deszka rajtunk van. A literben mérik itt még a deszkát és gyerekek, ez komoly dolog. És sima deszka? Igen, deszka. Nem tudom mennyibe megy, 2000 körül szokott menni egyébként. Na itt megpróbálok fölvágtázni, de nem hiszed el, hogy ez nem tud gyorsabban menni, megőrülsz. Áh, megy már. Jó, már nem vagyunk messze. Jó, már mindig arra rölök így, akkor talán nem lesz olyan nagy gond. Jó, hát ez a csettegő egy kicsit... ez egy ilyen univerzális gép. Arra jó. Jelszenvedünk vele, ugye lehet bármit hordani vele. Lehet vele bontatni, szóval ugye egész jó el lehet lenni vele, csak az ereje teljébe nincsen, pedig már turbót is rátettük. Meg összkerék, meg hajtás, meg nagy kerék. És most mire gyűjtünk? Hát nem tudom egyébként, mert kellene egy pár dolog. Hát gyűjteni, mindenre is kellene gyűjteni. Igen, ugye. Francet is sem bele. Na, deszka eladási. És ezt hol kell adni a deszkát? Kit kell adnom a deszkát? És mit csinálj, levillencsen vagy mi legyen gyerek? Aha. Egész jó. Jaj, hát ez így nagyon jó. Ajaj. Hát ez az most meg sikerült. Nem hiszel. Hát nem hiszem el, mi történik. Szerintem vissza kéne állítani a targoncát. Ó, hát ez barha jó, komolyabb volt. Valaki szálljon ki a targoncából, léci. Oké. Okay. Megőrülök. Egyszerű. Oké, ott a targonca. Hát ez nem egyszerű. Az igen, az úgy jó lesz, hogyha a levegőbe maradt. Az úgy frankó. Keeper, és hogyha megpróbálnál úgy kivinni, ahogy előbb sikerült, és aztán úgy próbálnál meg rólad levenni. Megpróbáljuk. De remélem, hogy működni fog. Ez egy nagyon jobb bug volt. Ez egy izgi lesz. Ne. Hát ez bug volt, azt hiszem. De legalább az biztos. Ó, ott lebeg 2000 euró. Ez bebagolt. Ez egy marha jó. És ha így visszaállítanak, hogy rá van kötve a csettegőre? Na, megpróbáljuk. Hát ez így nem a legjobb. Hát van szenvedés, gyerekek, nem kicsi. Csak ilyenkor a cseje ezt kiválasztani. Csettegőt. Menjünk távolabb, mert két van, nem fogja megtalálni. Úgy. Igen, egyébként. Hát ez szerintem örökké itt lesz. Jó, hát ezt cseszhetjük.
A mágikus deszka. Nem raktam volna olyan furra. Lehet, nem kell volna feltornyoznom ilyen 10 méter magasra. Majd le... Én amúgy meg megkezelek, hogy csak elrakni, rakhatom? Na mindegy, visszaviszem. Azt valahol talán majd leesik egyszer. Mert nem tudom egyébként ezzel mi lesz. Ez így örökre így... Na megint lehet nyomni, hogy termeljen deszkát. De nincsen benne. 4000 liter famál van benne. Ó, oh, szuper. De amúgy a bútor nem érné meg jobban? Hát csak kellene akkor bútorgyár is, nem? Vagy egy asztalos műhely. Ugye ez a gyár csak deszkát tud gyártani? Igen, ez deszkát gyárt. Ja. Ja, azt kellene, lehet, hogy beállítom egy ilyen tízesre az időt, és akkor mindig, ha van behordva, akkor termelődik. Nem, gyerekek, szerintem azt kellene. Nézzük meg, hogy mi a termelési lánc dologba. Aha. Jó, termelődik ez. Ugye gyerekek, ez jó pénz lesz. Ó, megint 1000 deszka letermelődött. Ez nagyon jó pénz egyébként szerintem. Igen, most a deszka megéri. Igen, így elején az nagyon jó. Ja, ez jó ötlet, gyerekek. Na jó, elbúcsúzok, srácok. Mondok, hogy ilyen nem kell sokat fizetni a szóminér, tehát a Fidesz valamit. Mondjuk akartam, elbúcsúzom, és akkor folytatás következik természetesen. És ezt töltöm fel. Na, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!